Ezt a drágulást minden család megérzi majd. Lágyan vagy keményen, piskóta tésztában vagy a rántott hús panírjában, évente 223 tojást fogyaszt egy átlagos magyar, ráadásul ilyenkor egyre többet. Szeptember-október megyünk az ősz fele, tél fele, akkor mindig jobban és jobban fogy a tojás. Éveleje óta nagyot csökkent a tojására, most átlagosan 392 forintot kérnek 10 darabért az országban a KSH szerint, de még mindig majdnem 7%-kal többet, mint egy évvel ezelőtt. Hát az nélkülözhetetlen, úgyhogy amennyi kell, azt úgy is meg kell venni. Ha a család jön, akkor nyilván csak megveszem. Igaz, hogy utána azt nyögöm aztán egy ideig. Kicsit magasnak tartom, de hát az életszínvonal is magas. Mitől drágul már megint a tojás? A szájban. A szájban? Hát az lehet, de hát attól még a tyúkok lehet, hogy tojnának, nem? Már van elég tojó, most a nekik szánt takarmány drágul. Csak búzából legalább tizedével kevesebb termet Európában, mint szokott, a pusztító aszály hatására. Főleg emiatt a csirkehús ára 10%-kal emelkedett Magyarországon egy-két hónapon belül. Ezt csütörtökön mondták híradónknak a Baromfi Terméktanácsnál. Ezután kerestük meg a Tojásszövetséget. Ők is hasonló drágulással számolnak. Én úgy gondolom, hogy ez a 10% az nagy általánosságban a tojásra is elmondható. A tojástermelők sem tudják kivonni magukat az alapanyagok árváltozásának hatásai alól. Ez azt jelenti, hogy ha drágulnak az alapanyagok, akkor a termelés költségei is nőnek. Ökölszabályként azt mondható, hogy közel 70%-át teszik ki a termelési költségeknek a takarmány költségét. Egész nyáron aszállyal küzdöttek Európában. Korábban legfeljebb 20 évente egyszer kellett ilyen vízhiánnyal szembenézniük a gazdáknak. Eddig amúgy a tavaly előtti volt a valaha mért legforróbb, a tavalyi pedig a második legforróbb év a Földön.